A menny valamennyi társasága egymással közösségben van, és pedig nyílt közlekedés által, mert kevesen mennek saját társaságukból ki egy másikba, mert a saját társaságából való kimenés annyi, mint az önmagából, saját életéből való eltávolodás, és egyúttal egy másik, kevésbé megfelelőbe való áttérés, hanem amaz áramlat kiterjedése által vannak inkább mindjárt közösségben, amely mindegyik életéből kiárad. Az élet áramlata a hajlamok áramlata, amelyek a szeretetre és a hitre vonatkoznak. Ez a társaságokon hosszában és szélességben körül kiterjeszkedik, és pedig annál tovább is szélesebben, minél bensőbbek és tökéletesebbek a hajlamok. E kiterjedés viszonya szerint van az angyaloknak értelmük és bölcsességük. Azoknak, akik a legbenső mennyben és pedig annak közepében vannak, kiterjedésük van az egész mennyre. Ennél fogva a menny minden javának közlése mindenkihez külön-külön és az egyesektől az összességhez történik. Ezt az elrendezést még jóval alább tökéletesebben tárgyaljuk ott, ahol arról a mennyi alakról, amely szerint az angyal társaságok elrendezve vannak, és az angyalok bölcsességéről és értelméről szó lesz, mert a hajlamok és gondolatok minden nemű elrendezése ezután az alak után igazodik. 50. szakasz. Fentebb azt mondottam, hogy a mennyben kisebb-nagyobb társaságok vannak. A nagyobbak milliárdokból, a kisebbek néhány ezerből, és a legkisebbek néhány száz angyalból állanak. Vannak olyanok is, akik házonként és családonként magánosan laknak. Ezek, bár külön-külön élnek, mégis hasonló módon vannak elrendezve, mint a társaságokban élők, hogy tudnélik a bölcsebbjei a közepén, az egyszerűbbjei pedig a határokon. Ezek az Úr isteni védelméhez közelebb vannak, és az angyalok között a legjobbak. Mindegyik társaság külön-külön kisebb alakú mennyet képez, és szintén mindegyik angyal külön-külön a legkisebb alakban menny. 51. szakasz. Minden egyes társaság kisebb alakban, és szintén mindegyik angyal is a legkisebb alakban mennyet képez, mivel a szeretet és a hit jósága az, amely a mennyet alkotja. Ez a jó úgy a menny valamennyi társaságánál, mint a társaságukat alkotó minden egyes angyalnál feltalálható. Az a dolgot nem befolyásolja, hogy ez a jó változó és mindenütt különböző. Ez mégis mennyei jó. A különbség csak annyi, hogy a menny itt ilyen, ott pedig olyan. Azért mondják, ha valaki a menny valamely társaságába felemeltetik, hogy a mennybe ment, és azok felül, akik ott vannak, hogy a mennyben vannak, és pedig mindegyik az önmagáéban. Ezt mindannyian, akik a másik életben vannak, tudják, éppen azért is mondják azok, akik a mennyen kívül, vagy alatta állnak, és a távolból oda tekintenek, ahol az angyalok gyülekezései vannak, hogy a menny itt és ott van. Hasonló ez ahhoz, mint amikor magasrangú tisztviselők, kamarások és szolgák valamely királyi palotában vagy udvarban vannak, habár azok külön saját lakásaikban vagy szobáikban laknak az egyik fenn a másik alant, mégis csak egy palotában vagy udvarban, mindegyik saját hivatásában a király szolgálatára. Ebből világosan kitetszik, mit kell értenünk az Úr ama szavai alatt, hogy az ő atyának házában sok hajlék van, János 14.2, és mit a mennyei hajlékok alatt, és mit a profitáknál jelzett mennyek mennye alatt. 52. szakasz. Hogy minden egyes társaság kisebb alakban mennyet képez, azt abból is meg lehet érteni, hogy valamennyi társaságban az egész mennyéhez hasonló mennyei alak az uralkodó. Az egész mennyben, a középen azok vannak, akik a többiek között kitűntek és körös körül egészen a határokig fokozatos rendben, a kevésbé kiválók,
mint ahogy ezt a fenti fejezetben a 43. szám alatt kimutattam. Meg lehet érteni továbbá abból, hogy az Úr minden mennyben lakót, mintha csak egy angyal volna, úgy vezérel, úgy szintén az egyes társaságokban levőket is. Ennek következtében egész angyaltársaság is valamely angyali termetű egységnek tűnik fel, amelyet látnom az Úr szintén megengedett. Úgy szintén, ha az Úr az angyalok között megjelenik, akkor nem sokaságtól körülvéve jelenik meg, hanem angyal alakjában, mint azok közül egy. Innen van az, hogy az Urat az ige olykor angyalnak nevezi, és éppen így egész társaságot is. Mihály, Gábor, Rafael nem egyebek, mint angyaltársaságok. Őket hivatásuk miatt ilyeneknek ismerik. 53. szakasz. Mivel valamely társaság kisebb alakban a mennyet képezi, éppen úgy képezi azt egy angyal is a legkisebb alakban. Mert a menny az angyalon nem kívül, hanem belül van. Ugyanis bensője, lelkének székhelye a mennynek valamely alakja szerint, s így a menny minden kívüle eső dolgainak felvételére rendeztetett be. Az Úrtól nyert jó iránti tulajdonságánál fogva fel is veszi azokat. Ennél fogva lehet valamely angyalt mennynek is nevezni.